Fiatalon elég sok mindentől fél az ember. Például szellemektől, bőcöktől, vagy attól, hogy szörny van az ágy alatt. Ezek a félelmek igazából csak gyerekkori félelmek, és nem ártanak. De mi történik, ha a félelmek komolyra fordulnak? Kétféle félelem létezik. Első, belső félelem. Második, külső félelem. A külső félelmet egy rajtunk kívülálló látszat okozza, egyfajta iszony, melynél erős túlélési motivációt érzünk arra, hogy elkerüljük azt. Ez egy bénító érzés, amelynek kiváltója az elménk által veszélyesnek, fenyegetőnek észlelt vagy ítélt dolog. A félelem minden esetben konkrét tárgyra, helyre, élőlényre irányul. Tudod-e, hogy miért vagyunk most itt? Nem igazán. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mi a legnagyobb félelmed? Nem tudom. Az, hogy elveszíti a legjobb barátait. Az már megvolt. Szerintem ezután igen. Nem tudom, én a bogaraktól félek. Frani kiesik az Európa Ligából. Bogaraktól félsz? Akkor menjünk. Igen. Elmondanád légy szíves, hogy miért félsz a bogaraktól? Hát... mert azok bogarak, nem? Nem, azok bogarak, az mi undorító lényeg. Szóval undorító lények. Kell még többet mondani? Most itt vagyunk. Egyik videóban találkozhattunk már vele. Túrozó Attilának hívják. Ő az állatos ember. Neki vannak kígyói, macskái. Szia Attila, nem találkoztunk még. Fél a bogaraktól. Szerintem fáradjunk beljebb. Jó, szerintem is. Itt van egy medence, csak így érkesség kép. Takikám, gyere egy kicsit közelebb. Most nem áll. Feküdj bele. Nem akarok bele feküdni. De csak akkor ülj bele. De ez a videó lényege. Szembe kell nézni a félelmeiddel. Taki, ne legyen. Ne aggódj, még van még ez egyik tesónak nekem egy meglepetés. Még ezt ő nem tudja. Már hideg ráz. Nagyon. Semmi olyan állat nincs, ami tudna bántani vagy akarna. Taki, vedd le a pulcsit kérlek, hogy érezd a szerető Szembe kell nézni a félelmeddel. Szélét ne nagyon dörzsöd, mint van-e vazelin, hogy ne tudjanak kimászni. Úgyhogy erre kellett ez a... Akkor nem fogsz félni tőle, hogyha szembe nézel a félelmeddel. Nehogy nem. Ne, csak ne a fejem. És ne, hanem úgy szép figyelj. Tudj, hogy csinálj! Esküszöm, nem bírom! Ott egy csóta! Doki, ne idegesíts fel! Egyáltalán nem bírom. Szerinted a csótány tud bántani? Nem, csak... Pontosan. Gyere! Oké, vonuljunk el egy kicsit, gyere, vonuljunk el, gyere! Na nézd már! Vonulj, ennyire! Akkor fogsz igazi férfi lenni, hogyha szembenézel a félelmeddel, érted? Képes vagy rá, Taki? Nem. Azt kell tenned, amit mindig is csinálsz, bátornak lenned. Gondolj arra, hogy Maldív szigeteken vagy, és ott mászik rajtad egy csótány! Ez az, gyere! Csótány egy atomrombanás is túl. Ennyire nem meg a kezed, Taki? Legellenállóbb állat, ha levágod a fejét, akkor egy hétig is tud élni. És nem azért hal meg, mert nincs feje, hanem kiszárad. De gyűlöllek titeket, amúgy. Kösz, Takikám! Csátány! Nyugi, Taki! Bírod! Bírod, Taki, ki kell bírnod. Férfi vagy, érted? Nem már! Taki, bírod. Jó, elég lesz! Elég, jó! Szedjétek meg! Jó, leszedjük! Igazi állat vagy! Ezt a benne meg jó barátként fotózzam! Nem nagyon nézek oda! Ne! Fejed nem azt mondta ki! Menj már! Onnan nem veszem le, ha nem baj. Az biztos egy ok miatt másztak oda, mert van büröset éreznek, nem? Imádnak és ragaszkodnak hozzád, hát most mit csináljunk? De attól segír, arra én is másznék. Nem. Megennéd? Nem finom, kérlek többet. Fiat, nézd, már Taki! Ott is van még Taki az oldaladon! Túlélted, ez kellett ide! Ne! Jó. Egy kis bónusz. Száz lábú! Ez csak a kezedet olyan jól mászik, figyelj! Ez Balázs ismeri már. Ismerem már az arcomra is szart. De aranyos. Mekkora adrenalin bomba volt ez, Taki, most neked? Hát én szerintem hazamegyek aludni. Elfáradtam. Jó! Oké. Okay. Végképp nem kérek, ezt meg nem fogom. Ez így tart ki a kezed. Nem, már most ülöttem meg egy... És ő sziszeg? Azt a kurva. Csak nézd szembe. Nem kell az arcom nagyon, innen is látom. Ebbé is, ha belenyúl. Na, ezt nem. Ezek a legkisebbek. Ez az, amit én...
Ezt tudják, hogy csoki csótány. Ők is nekünk takarmányozási célra vannak, tehát nálunk pókok, gyíkok eszik ezeket a csótányokat. Már rosszul vagy, Taki? Mára ugye végeztem. Végeztél mára. És most mi jön? Ja, és most mi lesz? Rókahegyen vagyunk bele. Neked mi a legnagyobb félelmed? Az, hogy kiderül, hogy meleg vagyok. Hát, hogy szűk helyen nem szeretek nagyon lenni. Te klaustrofóbiás vagy. Adod neki, légy szíves, azt, ami a kezedben van? Aztán neked egy nagyon szép díszes kalapot. Ez kérlek, Petra. Szerinted mit fogunk csinálni vele? Valahogy úgy érzem, hogy be kell mennem valami kis lyukba. Hát igazából kúsznod kell egy ideig. Egy barlangba fogunk bemenni vele. És a szűk úton kell majd menned. Aha, hát nem baj, sikerülni fog bele. Nagyon félek, bazd! Ugye szoktuk látni ezeket a túrákat, tudod, amikor így nagyon szűk helyeken mennek bele. Hát ettől nagyon-nagyon fosok tényleg. Nem ár. Hú, ez mekkora félelmet sugározták, én nagyon félek. Nem ár. Jaj. Ezért ilyen farkasokat kell simogatni, vagy valami ilyesmi. Adjál már hülyeségeddel! Hát ezt minden nap simogatok amúgy. Ja, hát már látod bele egy lyukat. Az nekem volt meg azért úgy, azért néz ki úgy. Sokkal jobban bírtam volna a csótányokat. De te nem tudtál volna kamuzni, hogy mit tudom én, a izéktől félsz, a hangyáktól, vagy valami ilyesmi. Tudom, hogy te tényleg félsz a szűk helyektől. Ezért megy nehezen a csajozás. Oda kéne elmennünk. Hát akkor bele. Ez fedd le, mert nagyon szép fehér. Igen. Azt tudjátok, hogy amiatt vagyok kicsit klausztrofóbiás, hogy egyszer Balázs bezárt körülbelül egy órára a csomagtartóba. Ez nem egy természetes barlang, ugye barlang az, hogy természetes kialakulású, de végig is mondhatjuk barlangnak, ez egy mesterséges üreg, de ugyanolyan rosszul fogod érezni magad benne. Tényleg el ne essél. Jó, hogy szavazd bele. Ez még úgy tűrhető. Még jó, hogy nem vagyok olyan magas. Még jó, hogy a túracipőmbe jöttem. Igen. Én még soha nem voltam ilyen helyen. Komolyan? Aha, és most sem akarok lenni, amúgy csak úgy mondom. Szóval az, hogy nem önszántamból jöttem ide, az fix. Tudod, amíg be tudsz húzni. Vere. Ettől félsz? Nagyon. És komolyan? Hát tényleg nagyon. Meg meddig kell ott menni amúgy? Hát, Vere. Nyugodtan. Ameddig szeretnél. Menj nyugodtan. Vere, mi van? Meddig kell ott menni? Hát ameddig csak tudsz, ameddig akarsz. Jó, akkor mehetünk. Nem, még menjél, menjél még. És majd visszafele jöjjek ide? De hát már persze, Pestig is. El se férek, bal. Leblokkoltam teljesen, nem tudom mit csináljak. Nem bírom megmozdulni se. Nem bírom megmozdulni. Gyere vele meg, de most már fordulj meg. Te ennyire be vagy fosva. Itt egy dök. Gyere még. Vigyázz, vigyázz, vigyázz még! Váltsunk innen. Ennyire pánikoltál a levegővétel miatt? Nem is nézi meg a barlangnak a szépségeit, pedig itt ilyen kőkorszaki rajzok vannak. Szarul lettem nagyon. És nem bírtam egyszerűen, hátrafele nem bírtam mozogni, meg megfordulni, meg nem tudtam. Hú, ez csinálta téged jól megviselt. Nagyon várom, hogy veled legyen dolgom. Velem nem lesz. Ne mekkora tágas terület. Csak pár lépés. Kamilla! Most amúgy hova is vagyunk? Megkérdeztetem tőled, hogy mi a legnagyobb félelmed? A legnagyobb félelmem a magasság. Nézz el, most itt van melletted, és mögötted. Ez most komoly, hogy szerintem nem tudtam, hogy hova fogunk jönni. És Mátrában, vagy Mátrára? Mátrában. 1014 méter magasban vagyunk. Mert miért nézel?
Látom, igazából te egy Sigma mail vagy. Bármi videót csináltunk, például a csípős chipses videó. Abban se volt semmi reakciód, én meg majd meghaltam. Fú, te nagyon félsz, Kamilla. Ezer kilóig bír is beléd felhozta, az kemény. Isten. Nem odam. Nem odam. Ez a parádnak a szellője. Parád szellője, igen, onnan jön ez a szenny vízszag. Recska. Mi? Ó, oh, kicsit félreérthető az Among Us, de mi el vagyunk itt amúgy, ezt éjjezzük már meg. Nem olyan vészes. Milyen érzés volt végre legyőzni a félelmedet, Kamilla, úristen? Büszke vagyok magamra, hogy el tudtam ezt érni. Nagyon hideg van. Nem akartátok még ezt megnézni? Ezt. Ebbe kell 200 forint. Perkálok, gyerekek. Kijön a készülés, csak 200 forintos élmével működik. Beledobod, nem fogod visszakapni bármit is beledobsz. Kamilla nem teljesen ugrok ki a bőréből, mivel most van még fejlődő korban, a hormonok most fejlődnek ki benne, és most egészen másra koncentrál, mint például a fiúkra, ezért is nem ijedt meg annyira a magasságtól, mivel az neki semmi. Tesók, hogyha tehetitek, akkor ti is gyertek el hasonló helyre, mivel tudsz egy kicsit relaxálni, beszélgetni a családtagjaiddal, fel a szerelmeddel. Itt vagyunk Hortobágyon, a Hortobágyi Madárkórházban, és megkérdezhetem Anna tőled, hogy mi a legnagyobb félelmed? Hát ugye a madarak úgy összességében. Akkor most le kell győznöd a legnagyobb félelmedet, ugyanis elhoztunk a madárkórházba, és készültek neked nagy bagollyal, meg ilyenekkel, amiket a kezedbe kell fogni. Biztos, hogy nem. De pont az egyik így sétált be. Akkor most a pácienseket fogjuk megnézni? Nem, a testvéreddel találkozunk benne. Készültek az alkalomra. Ez jó. Meleg. Nem tartod aranyosnak? Nem, annyira nem. Olyan, mint egy cica. Úgy, de nem jó. Jó, de aranyos. Meg fog karmolni. Nem. Természetellenes érzés. Egy hangja nincsen. Tehát egyébként elég hangos a készaka. Az volt rájövő a dobozról, hogy félelmetes galamb. Szelíd postagalamb. Kérem szépen. Erős. Sem. Jaj, papa! Fogd meg! Hozzányom nagyon szanna. Ijesztő. Fogd meg, fogd meg! Más tapintata van, ugye? Vagy elütötték, vagy megfogta valami. Ugye ez a szeme jó. Nem nyugszik le. Nyilván, hogy bármit csinál a lábával, akkor nem fáj neked. Szuritól félsz? Nem. Attól nem a madaraktól, igen. Azt akarsz neki szorítani. Fájdalomcsillapítót adunk neki, jó? Mert ugye most eddig fájt a lába, most reméljük, hogy már nem fájt. Kész. Úgy né? Ez simogatás. Dobozba tartjuk, ugye azért dobozba és nem ilyen karitkába ketrezbe, hogy a külvilágot kizárjuk. Tehát olyan sötétben van, akkor nem lát, aztán itt ezt így elviselni. Egyébként, hogy állatokat mentenek. Gólyáknak a röpdében vannak felállítva ilyen áramvezeték, ami nyilván sokkal kevesebb feszültséget generál, mint amúgy az áramvezetékek, amik végigmennek a városokon, és az arra tanítja őket, hogy ne repüljenek rá. Szevasz. Szevasz, negró. Akkor befújunk. Oh. Ez nekem félelmetes volt, nagyon. Mi maga bálod? Szevasz, negró. Szevasz, negró! Na, hagyja fel végén! Szevasz, negró! Szevasz, negró! Úristen! Úristen, ez mennyire kevés! Szevasz, negró! Szevasz, negró! Hát ezt nem hiszem el, nagyon mély hangja van! Nagyon félelmetes! Balázs, mi a legnagyobb félelmed? Nekem? Nem tudom, hogy van itt a másik Balázs. Ja, az, hogy valaki meglátja a f***t.
piercingemet. Igazából megalofóbia, azt hiszem, vagy megafóbia. Nem, megalofóbia. Megalofóbia. Az a legnagyobb félelem, hogyha mély vízbe vagyok, akkor nem látom a végét, és akkor gondolom, ezért jöttem el az Árpád-osztodában, mert van itt egy mély víz. Összességében azért vagyunk itt, az egész bagás végigszivattad a fóbiájával, visszaéltél vele. Én rendeztem a videót, igen. Úgyhogy most te jössz. Nem tudtam, hogy ilyen festmények vannak itt a legendákról. Értem én, hogy eljöttem úszni meg ilyenek, de ezek miért kellettek hozzá? Remélem amúgy nem láttál semmi rosszat. Ez még gyerek vagyok, ezt még. Igen, azt hittem, hogy a nők is a fóbiáid, ezért küldtelek a női öltözőbe. Nagyon félek. Otthon érzed magad? Azért csak nem félsz egy 2 méteres víztől, Balázs. Te vagy alapból 2 méter. Nem csak én. Ha meglátjátok, hogy úszok, akkor biztos, hogy bevetitek magatokat. Annak érdekében, hogy fokozzuk egy kicsit a fóbiádat, elhívtam egy olyan embert, aki esetleg ezt tudja neked nyújtani. Milán, milyen érzés újra szerepelni a videóban? Utálom a bajszokat. 2 éve nem edzek semmit. Jobban nézek ki, mint... Mutassak itt a kéretes fejet? Mutass egyet! Na Balázs, annyira megkérlek téged, hogy adok neked egy ilyen GoPro-t fénnyel együtt, szóval azt ne engedd már bele a vízbe, jó? És ússzál el a végéig, meg vissza. De minek kell fényre? Hát a GoPro az nem vízálló? De nem, oké, vízálló, de hát annyira nem fogsz látszani annyi, úgy. Kemény lesz. Mi a f***ekre átúsztam? Nem tudok így rendesen úszni. Mehet le a fény! Mi? Nem mozdulok innen el. Bene, kérlek! Kérlek, kérlek, én nem mozdulok innen. Jár folyamatosan lába, hogy ne elkapja valamit. Kérlek, nem bírom. Kérlek, eddig végigpottam én is mindenkit, de ez tényleg nem játék. Jár a lábam végig, hogy elkapja valami bazd. Na Balázs! Igen? Lesz egy kis fény! Gyere ide! Elfáradok. Elfáradtam! Elfáradtál? Szembenéztél egy kicsit a dolgokkal? Fú, de nagyon nem volt jó. Van az a film, az a pool, azt hiszem láttam belőle részleteket, de hasonló szituációba keveredtem. Fú, nagyon-nagyon féltem, végig rukkapálta, hogy nehogy elkapja valami a lábam. Tudom, hogy semmi nem lesz benne, de kinézem belőletek is egyébként, hogy bejön még utánam valaki. Köszönöm szépen, hogy legyőztettem a fóbiámat, és köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ebbe a kisfilmbe. Legjobban teszitek azt, hogyha ti is legyőzitek a fóbiátokat, a félelmeteket, mivel észre fogjátok venni, hogy ez egy új löketet fog adni az életben, hogy bátrak vagytok is, és merészek. Elúsztok!